Az első napi harc zomba kis dorog tevel két szekszárd 165 kilométeres etap, és a másnapi sárközi körözésekből és belvárosi dombvidéki kemény emelkedővel és veszélyes lejtmenetből álló 145 kilométeren sem sikerült olyan szökéseket végrehajtani az erre vállalkozó kerekeseknek, hogy szekszárdra érkezvén ne érte volna őket utol a mező. Örvendetes módon a nagy tempójú versenyek végén új szint hozva ezzel a nagydíjak legújabb kori történetébe, a magyar élversenyzők domináltak mindkét szakaszon. Az elsőt a hegyspecialista Walter Attila nyerte. Rengeteget dolgoztak értem a srácok, kaptam a frissítőket, a kulacsokat, mentek a szökésre nekem, így nekem csak egy párszor kellett előhelyezkednem, tudtam pihenni a mezőnybe, a végén pedig bejött, amit terveztem, és sikerült ellépnem. A rutinos orosz, cseh és más nemzetiségű versenyzők nagy tempót diktáltak a második szakaszon, a négy sárközi körön, kellőképpen tapadtak az ellenfelekre a befejező hegyvidéki körözés során is a belvárosban, de újra magyar győzelem született Pelikán János a Pannon Cycling Team versenyzője révén, aki mögött az előző napi szakaszgyőztes Walter Attila jött be ezüstérmesként. A Kálváriára én elég gyorsan fel tudok azért menni, és most ezt kihasználtam itt a városi körözésben. Az utolsó előtti körben az emelkedő tetején akcióztam, és a lefelében síkon mentem egy időfutamszerűt, és aztán az emelkedőn is, ami kifért, és sikerült megnyernem, és nagyon örülök neki. Annak is persze lehet örülni, hogy az ex-szekszárdi Ízlistekkel Zsolt, a 28. és a mezőny legfiatalabb tagja, a 18 éves, jelenlegi szekszárdi versenyző Schneider Sebestyén a 40. helyen tudott érkezni ebben a rangos mezőnyben.